Javában tart az építkezés a Pécsi Tüzér utca és Megyeri út csomópontjában. Itt alakítanak ki egy új tűzoltó laktanyát. A tavaly évben indult projekt pályázati forrásból közel 6 milliárd forint értékben valósul meg. Ennek része az Engel János utcai ingatlan felújítása és bővítése is. A kertvárosi laktanya földszintjén 4 szerállás, hírközpont és több technikai helység épül. Ezek fölött alakítják ki a tűzoltók 24 órás szolgálatához szükséges szobákat. Ebben a laktanyában fog majd a katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve a hivatásos tűzoltó parancsnokságnak egy része szolgálatot ellátni. Ez a laktanya egy 4 szerállásos laktanya lesz, 2 gépjármű fecskendő, egy műszaki mentő és egy magasmól mentő lesz itt. Mellette az első emeleten fog majd a hivatásos tűzoltóparancsnokság szolgálatot ellátó állománya tartózkodni, még a második emeleten pedig a katasztrófavédelmi kirendeltség. A tavaly március közepén indult munka szeptemberre zárulhat le, akkor már birtokba is szeretnék venni a lánglovagok az új laktanyát. Ez és a valamivel később elkészülő Engel János utcai objektumoknak köszönhetően jóval rövidebb lesz a tűzoltók vonulási ideje, vagyis a tüzekhez és műszaki mentésekhez is gyorsabban érnek majd a helyszínre. Ez körülbelül 120 000 ember biztonságát garantálja majd.